Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok, ez pedig itt az Utazási Podcast. A koronavírus járvány sajnálatos eseményei miatt a megszokott menetrend helyett egy külön kiadással jelentkezem. A témában saját tapasztalatunk is van. Párommal épp Panamában utazgattunk, amikor jött a hír, hogy Európa bezárja kapuit. Mi pedig egyszerűen ott ragadtunk. Az utazási podcast első különkiadásában saját történetünket meséljük el, hogy mi történt pontosan Panamában, hogy ragadtunk ott, hogy éltük meg ezt az egészet, a helyiek hogyan álltak hozzánk és a vírushoz, aztán, hogy milyen esélyeink és opcióink voltak a hazajutásra, és végül, hogy hogy sikerült plusz hat nap alatt hazaérnünk. De ezt nem egyedül fogom elmesélni, mert itt van velem párom is. Sziasztok, Maira Kinga vagyok, és üdvözlöm a hallgatókat. Bár jobban örültem volna, ha nem ilyen témában kell először megszólalnom. Szerintem nagyon sokan vannak olyan helyzetben most, hogy bárcsak ne kerültek volna bele. Igen. De hát ez már csak így van, és ez megtörtént, és nem sokat tudunk ellene tenni. De hát csapjunk is bele. De még mielőtt Panamára kanyarodnánk, egy kicsit korábbról szeretném kezdeni a történetet, mert február végén három barátommal Afrikába utaztunk, konkrétan Etiópiába és Kenyába, és hát szerintem ez is hozzátartozik a történethez, hogy ott mi történt, és meglepődve tapasztaltuk, hogy már akkor február végén, amikor megérkeztünk, a Nairobi-ba és Addis Ababa a repülőtérre, akkor már ott elég szigorú ellenőrzés volt, mind a két helyen hőmérőzés volt, uh -huh. és kikérdeztek mindenkit, hogy az elmúlt három hétben járt-e Olaszországban, Kínában vagy Iránban. Ezzel szemben, meg amikor hazaértünk Budapestre, semmilyen ellenőrzés nem volt, és minden kérdés nélkül mindenkit beengedtek. És az nagyon furcsa volt, hogy már akkor milyen különbségek voltak abban, hogy hogy kezelték Afrikában, és hogy kezelték itthon a vírust. Uh -huh. És ezt így nem is gondoltam volna. És amúgy nem gondolkoztatok azon, hogy lemondjátok az utat emiatt? Hát mi nem, de. De te, te igen. <laughs> Hát bennem megfordult, igen, hogy. Muszáj elvenni. Azt tudom, hogy maszkot vittünk már oda is. Igen, 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 igen. Hát igen. az anélkül nem is engedtelek volna igen, el. Igen, ha emlékszem. Na de hát akkor induljunk el Panamába. Mikor is indultunk? Március 7-én. Március 7-én. Ekkor, ha jól emlékszem, az egész koronavírussal kapcsolatban azok az, azok az események történtek, hogy kezdett Olaszországban egyre jobban elharapózni a vírus, és kezdték Igen. a milánói járatokat törölni és megszüntetni talán. Uh -huh, uh -huh. De, De hogy ha úgy, jól emlékszem. Uh -huh. Egyébként olyan nagy készülődés nem volt a világban, nem? Hát főleg itt nálunk nem. Ugye semmi. Mi azért maszkot nyilván vittünk oda is, de inkább a, a, a repülőterek miatt. Igen, igen. Meg kétszer de egyébként nem merült fel bennünk, hogy lemondjuk, nem? Hát nem, nem. Én már nagyon szerettem volna pihenni egy picikét, úgyhogy bennem abszolút nem merült fel, hogy inkább mondjuk le és maradjunk itthon. Hát én meg nem is mondtam volna. Hát le. te meg főleg nem. Úgyhogy ez szerintem nem igen. volt opció, meg hát nem is állt, ugye a szituáció, hogy le kellett volna mondani. Az is bennünk volt, hogy a vírus inkább akkor indult el Európában, és addig uh, Ázsiában terjedt, és hogy mi meg nyugatra, nyugatra mentünk, mentünk, és onnan meg aha. semmi hír nem volt, hogy ott voltak meg fertőzések, úgyhogy azt gondoltuk, hogy talán jobb helyen vagyunk, hogy hát megyünk Panamába, mint, mint hogyha itt maradunk, nem? Igen. Az útvonalunk, azt még elmondom, az fontos a történet szempontjából, mi törkis airlines-szal mentünk, és Bécs-Istanbul-Panama City volt oda-vissza az útirány, és azért Bécsből, mert hát szerintem sokkal oh, jobbáróbb jobb jegyeket lehet, sokkal olcsóbb jegyeket ingen. lehet ott találni, onnan találni, és csak egy kis kényelmetlenség az egész, hogy az ember kiutazik Bécsbe, sőt van Flixbus, amivel gyakorlatilag az ember felszáll a... Hon, a Kellenföldi pályaudvaron? földön vagy a Népligetnél. Népliget, és leszáll a, a, repülőtéren, a repülőtéren Bécsben. És tök olcsó, és kényelmes. Ha időben veszed meg. Ha időben veszed meg, igen. Szóval a okay. utóbbi időben elég sokat mentünk Bécsből. Úgyhogy most is az volt az útirány, hogy Bécs-Istanbul-Panama City-Turkish airlines -szal. Szóval ez fontos a történetünk szempontjából. Emlékszel, hogy kifele a buszon, illetve a Bécsi reptéren már sokkal kevesebb ember volt, nem? Sokkal. Igen, és még a Flixbusz sofőrök is beszélgettek a koronavírusról, mondták is, hogy fú, mit mondtak pontosan, hogy áprilisig van munkájuk, de hogy utána mi lesz velük. Aha, én erre nem emlékszem. Zenét hallgattam. Ja, zenét, vagy podcastet. Vagy podcastet, nem is zenét, azt én szoktam, igen. Podcastet hallgattál, én meg közben füleltem, úgyhogy. Uh -huh. A reptéren pedig, hát ott már nagyon kevés ember volt. Ott azért látszott. Látszott. Sokan ingen, már backo voltak, mi is felvettük. Uh -huh. Igen. Aztán megérkeztünk Panamába. Istanbuli átszállás, az, az semmi nem volt. Ott nem vettünk észre semmit, nagyon nem? Nem. Megérkeztünk Panamába, és ott meg megint elég komoly ellenőrzés volt. Bizony, bizony. Ahogy kiléptünk a gépből, még ott a folyosóról, ahogy kiléptünk magára a terminára, egyből volt egy ilyen elkerített rész, és addig senkit nem engedtek sehova, amíg nem mérték meg a lázat, és ki nem kérdezték, hogy ki honnan jön. Igen. És hát megérkeztünk Panamába, és azt hiszem, hogy elhagytuk a repteret, el is felejtettünk mindent. Elám, elám, csak a nyaralásra koncentráltunk, igen. Hát még, <laughs> <laughs> hát még, még szép. Miért utazik el az ember? Persze. Na, és neked mi tetszett ott a legjobban? Nekem az ilyen kis hangulatos kis utcák. Az óvárosi rész. Óvárosi, igen. Uh -huh. igen. Na, hát ott azért elbírnám viselni, hogy ott élek esetleg. Ö, meg leginkább Bokaszdátóról, ahol felválti. voltunk. Igen. Uh -huh. A szigetek. Igen, igen, fürdeni szóval említetted Bokászt, ugye volt egy nagy dilemmánk, mert hát úgy indultunk el nyaralni, hogy semmit nem terveztünk meg. Annyi volt, hogy vettünk egy repülőjegyet, és majd azt gondoltuk, hogy majd ott mindent kitalálunk, és kb. útközben kezdtük el megtervezni a dolgokat. Úgy Igen. érkeztünk meg, hogy első éjszakára volt szállásunk, és onnantól fogalmunk nem volt, hogy mit fogunk csinálni a következő egy hétben. Igen. És hát két dolog között vaciláltunk, az egyik a San Blas szigetek, San Blas szigetek? Uh -huh. a másik a Bokász del Toro. Igen. választottuk. Utóbbi bizony. De jól döntöttünk. Igen, mindenképpen. Na és arra emlékszel, hogy hol jöttek az első rossz hírek? Mert a híreket annyira nem követtük, tehát hogy nem olvasgattuk, nem a, figyeltük, a, 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 tényleg nyaraltunk, nem foglalkoztunk semmivel. Ő, nem akkor volt, amikor bringát béreltünk, és melindultunk a városba először, és ott megálltunk narancslevet inni, meg... A csávó, igen, és aha, igen, igen, a svájci srác. fiatal srác. A... És talán az volt az első, hogy ő mesélte, hogy lezárták a szandblasz szigeteket, igen. ahova ugye akartunk volna menni. Igen. Eredetileg, illetve töröltek aha. egy hatalmas bulit, ami a bokászokon van, és állítólag egész Latin-Amerikában híres, Én még, még nem hallottam róla, de állítólag nagyon <laughs> híres, és hogy ezt a bulit törölték, és talán ez volt az első hír. Első Azt ilyen meglepő hír. Meglepő dolog, igen. Aztán a következő, hogy már jöttek a hírek, hogy Panamában is van koronavírus, uh -huh. és emlékszem, mondták, hogy egy 32 éves férfi meghalt, aki cukorbeteg volt. Igen. És hogy körülbelül ilyen pár tucatra tehető a fertőzöttek száma. És akkor talán elkezdtük nézegetni a híreket. Illetve ez már ilyen csütörtök péntek tájékán lehetett, és mi pedig vasárnap indultunk volna haza a tervek szerint, tehát elkezdtük nézegetni a híreket, közben pedig barátok is írtak, Kolumbiába ketten is, Ati barátom azt kérdezte, hogy hol fogjuk a karantént tölteni, és én csak néztem, hogy miféle karantén. Igen, a így nem értettük. David barátom pedig azt írta, ők jöttek volna Európába a családdal, és úgy volt, hogy a hónap végén találkozunk, és írt, hogy törölték a járatukat. Igen, de akkor még mi se tudtuk, hogy itthon mi a pontos szitó. Nem nagyon, csak amit mondjuk akkor kezdtük el nézegetni igen. az indexet talán. Meg nem akkor követted be a törkisnek a Twitter oldalát? De szerintem akkor azt gondoltam, hogy talán az a leggyorsabb hírforrás, hogyha uh -huh. a Twitteren elkezdem követni a törkist, uh -huh. illetve pár repteret is bekövettem, hogy ott jönnek a leggyorsabban az infók, és pár óra múlva meg is jött az első. Meg is jött, pofon. igen, tényleg, hogy a, a törk is törölte a Bécsi járván. Tunkat. igen Szóval jött egy hír, hogy a törk is törli a Bécsi járatot, de hogy azt itt semmilyen forrásból nem tudtuk megerősíteni, mert azt írták, hogy vett fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Egyből a Twitteren jöttek a válaszok, hogy képtelenség elérni az ügyfélszolgálatot, Igen. és megadtak egy, nem tudom, 90-es számot. Mondtuk, hogy nem fogunk Törökországot hívogatni Panamából. Persze. Tehát ez teljesen esélytelen. Uh, illetve, hogy csak check csekkoltuk a fly státuszt. És ez uh... és az még azt mutatta, hogy megy a Bécsi járat? Igen a következő napokra végig azt mutatta, hogy, hogy jön. Igen, ilyen... és így nem értettük, hogy hogy, hogy... akkor most mi van? Mi <laughs> is van. lesz velünk? És amit gondoltál? Mi játszódott le benned? Fú, hát így utólag belegondolva lehet, hogy egy kicsit naív voltam, mert nem akartam elhinni, hogy törölték. Nem is gondoltam arra, hogy két nap múlva nem fogunk tudni hazaindulni. Mm -hmm. Így nem tudom, próbáltam elhesegetni ezeket a rossz gondolatokat, hogy törölték a járatot, hm, akkor mikor is megyünk haza? Meg, meg azért úgy könnyű volt, hogy éppen egy medenceparton partján hát voltunk, egy karibik szigeten. Rumoztunk. Rumoztunk éppen. Igen. Tehát, hogy igen. mondhatjuk, az is egy kevésbé érdekelt minket az, hogyha két nap múlva törlik a járatunkat, mert éppen jól éreztük magunkat. Igen. Arra még emlékszem, hogy nekem egyből az jutott eszembe, hogy ez egy tök jó lehetőség arra, hogy mivel a törk is törli az Isztambul-Bécsi járatot, uh -huh. minket majd átraknak a budapesti járatra, és már így le is pörgettem a fejemben, hogy majd a törk is magunkat Budapestre, és akkor spórolunk Egyszerűbb a hazautón, egyszerűbben mi? hazajutunk. Uh -huh. Úgyhogy én ebben lehetőséget láttam alapvetően, illetve egy kicsit azt gondoltam, hogy izgalmasabb lesz hazajutni, egy kicsit kalandosabb lesz, és én az első hírnek egy pici picit még, ha lehet ilyet mondani, örültem is, hogy kalandosabb és egyszerűbb lesz a hazajutás. És azt el sem tudtam volna képzelni, hogy nem indulunk el vasárnap. Uh -huh. Tehát bennem az volt, hogy mi föl fogunk szállni az isztambuli járatra. Az egyetlen kérdés bennem az volt, hogy utána, hogy utána. Mi fog? Hogyan történni. tovább? Uh -huh. Igen. Közben kolumbiai barátokkal is elkezdtünk írogatni, és viccelődtünk, hogy ha bármi baj van, akkor szökjünk át Kolumbiába, derjengepen keresztül majd átszökünk, illetve Ati és David barátom is mondta, hogy mehetünk hozzájuk a farmra, és majd ott átvészeljük ezt az El időszakot. Leszünk. Úgyhogy akkor még csak ezen viccelődtünk, de én közben eljátszottam a gondolattal, hogy hogy mi lenne, hogyha tényleg. Ha és említsz, ott, ragadnánk... ott, ott beszélgettünk is ilyenről, hogy tehát, hogy elkezdtem neked ecsetelni, hogy mennyivel szívesebben maradnék én Panamába, vagy sőt, ha lehet, inkább Kolumbiába, mint mondjuk elindulunk és Isztambulba ragadunk. Igen. De neked hát, annyira hát, nem tetszett? Hát nem, persze, mert ö, haza akartam jutni, meg ö, mégiscsak ez az otthonom, tehát most egy dokidegen országban maradni, oké, hogy jól éreztem magam, meg nagyon megszerettem, de, de attól még. És mégis... az otthon az otthon? Igen. Én igen, akkor úgy gondolkodtam, hogy adott egy szituáció, és abból a szituációból hozzuk ki a legjobbat. Uh -huh. És én már így lepörgettem a fejemben, hogy ha van ez a szituáció, és nem tudunk hazajutni, akkor melyik lenne a legjobb. A és én, amikor lepörgettem, akkor az jött ki legjobban, hát, hogy, hogy Kolumbiából lenne a legjobb. <laughs> Mert akkor ott vannak barátok, vannak ismerősök, ők tudnak segíteni, hazai a terep, szinte az nekem ilyen második otthon, úgyhogy ezért kezdtem el ilyenen gondolkodni. Igen. <laughs> hát aztán itt ebben maradtunk, itt nem tudtunk tovább semmit intézni. Abszolút nem semmit. Azt mondtuk, igen. hogy majd vasárnap, amikor megyünk ki a reptérre, akkor időben kimegyünk és megpróbáljuk átrakni a jegyet. Ennyi Ilyen. volt a tervünk, ugye? Meg hát az elsődleges célunk, hogy visszajussunk Panama City-be, uh -huh. és akkor vasárnap megpróbáljuk elintézni a repjegyet. Ez a hazajutás sem volt egyszerű a, a Panama City-be, mert Na ugye hát... éjszakai busszal mentünk, ennek több oka is volt. Egyrészt repülő arra nem volt, tehát repülhettünk volna a Dávid városába. Igen, és akkor am... még onnan is buszozni, Jó, buszozni kellett volna. Igen, illetve hogy a helyet, hogy mondjuk nappal buszoznánk egész nap, menjünk akkor az éjszakai busszal oda van, és vissza így spóroltunk is. Spóroltunk egy szállást, igen. Meg végül is időt is nyertünk. Igen. Úgyhogy... Hát egy 10-11 óra volt kiírva, hogy annyi a busz út. Igen, hát ez egy másik kérdés, hogy milyen volt ez a buszozás. Nem volt jó? Nem, nem. Hát, no, kérdezted ugye korábban, hogy nem félek-e Panamában? Eddig nem féltem, viszont azon az éjszakai buszozáson, hát ez volt, szörnyen vezetnek, életveszély, komolyan, Aha. én nagyon paráztam. Ja. Szorítottam a, a lábadat, a kezedet, minden egyes ilyen hirtelen fékezésnél. Jézusom, hát... Elég furán vezetnek, igen. Hát, szépen fogalmaztál. De, de, de kényelmes, nem? Ah, az amúgy igen, mert jó nagy székek vannak, a láb tél tél is elég nagy. nagy. Igen. Szóval az ember ne így ilyen volánbuszt képzeljen, hogy 11 nem, óra nem, egy volánbuszon. Nem, nem, azért az kényelmes. Egy... Viszont ugye nagyon hideg van. Brutál hideg. Brutál hideg, úgyhogy pléddel készüljetek, ha igen. bárki oda menne. Mi is indulás előtt bementünk a buszpályaudvar mellett egy boltba és vettünk igen. egy hatalmas De plédet. De milyen jó, hogy megvettük. Három dollárért vettünk egy plédet, ami elég jól kihasznált minket. Igen, hogy nem, hogy... Mi, használtuk, mi használtuk, ki, használtuk ki a plédet. Mi, mi használtuk igen. ki elég, elég rendesen. Igen. A visszafele úton volt talán az egyetlen szívás, hogy túl hamar visszaértünk, és úgy volt ja. betervezve, hogy 5-6 között érünk hajnalban, és 3 óra 45 perc volt befutott a busz a Panama városi autóba szpályodvarra, és akkor nem tudtunk mit csinálni, és néztük, hogy kimegyünk a halpiacra, és a halpiac is még két óra múlva nyitott. Igen, hát az ott... Kínszenvedés volt? Nem az, hogy kínszenvedés, de... Hát ott el kellett töltenünk az időt. Hát, az De igen. ahhoz képest elég jól elment, nem? Hát, Csövesztünk eh. egy kicsit a terminálba, aztán átbuszoztunk a halpiacra, ott mászkáltunk egy kicsit, az szóval ugye el voltunk. Közben az Airbnb srácsal leegyeztetünk, hogy tudunk-e ha, hamarabb, ha, hamarabb, hamarabb elfoglalni a szállást, és mondta, hogy minden probléma nélkül 11 óra akar <laughs> 11-es ott voltunk, hogy Hat óra, vartunk, óra négy, vagy? Négy, óra ja, körülött, négy, 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 és igen. Jézusom! Igen. De hát ettől volt izgalmas, ugye? Ettől volt izgalmas, így... igen. És akkor jött a vasárnap reggel, milyen érzések voltak benned, hogy megyünk ki a reptérre és indulunk haza? Igen, hát ö, addig még én sem féltem, hogy nem indulunk el Panamából. Csak hogy utána, mi történt. Igen, igen, igen. Fly status szerint egyébként az összes járat ment. Uh -huh. Kértünk a repülőtérre, és az már nekem furcsa volt, hogy nagyon kevesen voltak. És bementünk, ránéztünk arra az info panára, uh -huh. ahogy kírják, hogy melyik járat, és megláttuk, és ki volt írva, hogy cancelled a járatunkhoz. <laughs> és összenéztünk. <laughs> És akkor na oké, hát akkor erre nem számítottunk. Megkerestük az infopultod, kiderült, hogy ez egy teljesen új fordulat volt, amire Igen. mi nem is számítottunk, hogy nem a Turkish Airlines törölt a járatot, hanem a panamai kormány uh -huh. törölt minden európai járatot 30 napra. Igen. Szóval, akkor kérdeztük, hogy mi a helyzet. Mondták, hogy ott a törkis iroda, ott lehet érdeklődni, ahol már egy ilyen. Még nem voltak sokan. Még nem. nem Nagy szerencsénk volt, jöttek, mert időbe történ. kimentünk, uh -huh. sorbáltunk, és a törk is minden egyes embert egyesével véghallgatott, és mindenkinek az ügyét egyesével kezelte. Mindenkit külön-külön. Külön. Úgyhogy most azt kell, hogy mondjam, hogy le a -a, le a, -a, a, le a, a szervezés, a, a kommunikáció, minden teljesen profi volt. Mindenkinek egyesével meghallgatták, hogy ki, hova, milyen útvonalon utazik, Igen. elkérték az adatait majd a törkis munkatárs elment az irodába, és megnézte, hogy milyen opciók vannak. És hát mindenkinek körülbelül egy 15-20 percig tartott, mire hát minimum, mire minimum igen, igen megtalálták. Igen, igen. És az volt a furcsa, hogy egész eddig az összes várakozó utas a legnagyobb nyugalomban semmi hisztéria nem, nem, volt, nem, nem, nem volt, nem volt hőbörg nem hőbörgés, semmi. Tehát se semmi. nagyon profi meg volt szervezve az egész, de a kalappa. közben így a másik embereknél olyan opciókat hallottunk, hogy mindenkit próbáltak átrakni, és leginkább Havanna... Havanna volt, Mexiko, Mexiko és São Paulo, Sao Paulo. amilyen útvonalakon elreptették ezeket az embereket Európa felé, mert állítólag ezek a repterek és ezek az országok megnyitva voltak. De nekem már közben indult a fogaskerék, hmm. és elkezdtem gondolkodni, és ugyanazt a gondolatmenetet folytattam, hogy Hát, hogyha már valahol útközben ott, ott ragadunk, akkor az inkább legyen Kolumbia. Közben elkezdtem a kolumbiai barátokkal irogatni, és ott meg nagyon gyorsan kiderült, hogy a kolumbiai állam kiadott egy közleményt, hogy másnap, hétfőn bezárja a határait, és nem léphet be onnantól senki. Tehát mi De ott voltunk a turisták elől, vas... nem? turisták elől, igen. Tehát ott voltunk mi vasárnap, és én azt láttam, hogy a vasárnap az utolsó nap, tehát a mai nap Utolso az utolsó lehetőség. lehetőség, hogy ma még át tudunk menni Kolumbiába, és én attól féltem, hogy ha ma nem megyünk át Kolumbiába, akkor esetleg Panamába ragadunk, vagy még rosszabb mondjuk Paulo-ba, ami, hát nem voltam még, de csak azt hallottam egy brutál veszélyes város, és iszonyat, drága, és valószínűleg beraknak téged egy nagyon drága hotelbe, onnan ki sem mersz lépni. Vagy Havannán keresztül, ahol meg ugye, hát ugye most elég nehéz szituáció a, van a... a mm -hmm. igen, hogy egy azt mondják, hogy Kubában egy új nehéz időszak következik. hogyha meg ott ragadunk, akkor I, az, egy, az, az egy megint egy másik nagy szívás lenne. Tehát, hogy így végigpörgettem a dolgokat, hogy milyen opciók vannak. És egyből a legrosszabb szenáriót vettem, hogy ha mi ott ragadunk valahol, akkor én azt mondtam, hogy akkor ragadjunk Kolumbiában. Mm. Úgyhogy én egyből elkezdtem ez irányban intézkedni. Ilyenkor mit éreztél? Bizonytalanságot. Hatalmas értékelés. Azt mondom, Féltem, hogy nekem tetszett ez az, az ötlet, és ö... próbáltalak meggyőzni, hogy ha itt ragadunk, akkor nekünk az a legjobb. Igen, ö... viszont én a bizonytalanság miatt sem éreztem ezt jó ötletnek, mert nem tudtuk, hogy ha átutazunk Kolumbiába, akkor most minket is karanténba zárnak-e, vagy kiutasítanak esetleg, vagy mi lesz ott velünk, meddig maradunk ott, hogy mi lesz a munkámmal is. Hogy értsék a hallgatók, itt ezen a ponton én, én azt próbáltam, hogy a, van egy szituáció, és míg vártunk arra, hogy a törk is milyen opciót fog feldobni, én már elkezdtem alternatív megoldásokon Igen. dolgozni, hogyha egy olyan szituációba kerülünk, akkor ne az legyen, hogy ez egy lehetőségünk van, hanem hogy legyen mm. egy másik B-opció. Legyen egy B-opció. B-opció. Igen. ott vártunk a, a megoldásra, és akkor visszajött a törkis munkatársa a számunkra a megoldása és hát azt mondta, hogy ő, három nap múlva Mexikon keresztül átraknak Lufthansa járatra a Mexiko Frankfurt Bécsre. És utána igen? kérdeztem, hogy bármi másik opció, Aha. és azt mondta, hogy igen, maradhatunk 30 Aha. napra. És mondtuk, hogy ne, hát 30 nap az nem, akkor akkor nézzük ezt a Mexikót, és azonnal ott dönteni kellett. Úgyhogy elfogadtuk ezt a Mexikóit, igen. nem tudtunk más csinálni. És közben mi még azon gondolkodtunk, hogy hogy megkérdezzük, hogy Kolumbiával hogy tudunk átjutni. Mert ugye az még bennem volt, hogy ma még át tudunk jutni. Igen. És arra gondoltam, hogy átmenjünk, még vasárnap van, még menjünk át Kolumbiába. Még mennek oda is. Még a... mennek járatok, járatok? még van járat, még beengednek, és majd maximum visszajövünk még. Hogyha nyitva maradnak a határok, akkor akkor szerdán elindulunk Mexikó felé. És hogy így érezzék a, a hallgatók, hogy körülbelül fél óránként óránként jöttek a hírek, hogy lezárták Perút, ez a repülőtér bezárt, azokat törölték, igen. közben a barátok, család, interneten mindent keresett, mindent nézte az opciókat, igen. közben jöttek Kolumbiából a hírek, hogy nem elég egy egyirányú jegyet nekünk vennünk, hanem oda-vissza oda jegyet kell. kell. vennünk, és emlékszel a kopánál, ahol sorba álltunk, I amit igen. említettél, ott azt mondták, hogy 500 dollár a legolcsóbb jegy oda-vissza. Akkor kiderült, hogy ha bemegyünk Kolumbiába, akkor kötelező házi karantén. És, és az, meg... úgy már nem vicces. És az már <laughs> úgy nem vicces. Sőt, a házi karantén valószínűleg az úgy nem is működik, hogy a Dávid barátom éknek Biztos, a farmján. Hogy nem. Biztos, hogy nem. Hanem jött az info, hogy úgy néz ki a házi karantén, hogy elég raknak három hotel opciót, ABC, te neked le kell foglalnod két hét hotel ellátást, mindent abban uh -huh. a adott hotelben, és ki abból a hotelből, mindent ott kell elintézned, még kajáért sem mehetsz el. Meg ugye ebben a kolumbiai átutazásban még az volt a veszély, hogy oké, okay, hogy mi esetleg oda átutazunk, de akkor ugye a törkis jegyünket mi bukjuk. Azt valószínűleg bukjuk, igen. És akkor onnan magunknak kellett volna azt állítani, hogy Igen. mi ide hazajussunk Budapestre? Az a kolumbiai opció az akkor játszott volna, hogyha tényleg lezár minden, Aha. és azt látjuk ott vasárnap, hogy mi nem fogunk tudni hazajutni, és itt maradunk legalább egy hónapra. Igen. És ez akkor játszódóan, és ez teljesen ben volt a levegőbe, tehát ez olyan szituáció volt, hogy senki nem tudott semmit. De míg után megjöttek ezek az infók, kiderült, hogy 500 dollár lenne kopával oda-vissza, az, hogy házi karanténba kell mennünk, az, hogy valószínűleg nem fogunk eljutni a Dávidéknek a farmjára, Igen. az, hogy bugjuk a törkis jegyet, akkor azt mondtuk, hogy na jó, akkor ez az opció bukó, bízzunk a legjobbakban, az, hogy mi szerdán, szerdán elindulunk Mexikóba. Tehát akkor az volt, hogy három éjszakára kell maradnunk még Panamában. Gyorsan Airbnb-n lefoglaltam egy, mm -hmm. egy kis szobát, egy nagyon kis szép kis szobát, és akkor azt mondtuk, hogy hát akkor most már ráérünk, <laughs> úgyhogy már nem is üvegrel mentünk vissza, hanem tövegközele... tömegközlekedéssel. Igen, fú, de azért az is egy fura élmény volt. Felszálltunk a buszra, minden szem pár ránk nézett, igen. És, és így összesuktak az emberek, hogy koronavírus. Igen, én is egy vírus gazdának éreztem már magam, mert annyira néztek, és annyira. Igen. Uh, rossz érzés volt az egész. És nekem eszembe jutott az, hogy előtte még, amikor itthon voltunk, valamikor már jöttek Ázsiából a hírek, a koronavírus hírek, és hogy mondjuk Budapesten valaki meglátott egy ázsiait, akkor Ránézett, és egyből a koronavírusított eszébe. Ugyanez uh -huh. ugyanez hát volt, hogy ahogy ránk néztek a panamaiak, nekik egyből a koronavírusítot Rólunk, be, rólunk. Egyes, nem volt kellemes. Hát nem. Nem, nem volt igen. kellemes. Már szombaton is éreztük ezt, bármelyik étterembe bementünk, azzal kezdték, hogy beléptünk, és a kezünkben nyomták a készfertőtlenítőt, a készfertőtlenítőt szó nélkül. Igen. De, és látszott, hogy mindenki tartja a távolságot, nem csak tőlünk, hanem egymástól is. És hát a latin emberek nagyon közvetlenek, és puszi puszi és láttuk, hogy ez is megszűnt. Hogy Igen. a barátok úgy köszöntek egymásra, hogy a könnyeküket összeérinthették, Aha. és megszűnt a készfogása, tehát a helyiek között is pár nap alatt ez teljesen megváltozott. Megváltozott. Az előbb említette a munkát. Igen. És hogy az egy nagyon fontos része az egész történetnek, hogy mi van akkor, amikor az ember kint ragad, és, és egyszerűen nem tud mit csinálni. És nem csak a munka, hanem az anyagi dolgok, akkor a kötelezettségek. Igen, bizony, mert nem mindenkinek van online végezhető munkája, nekem sem olyan, és így végig pörgettem az agyam, hogy Úristen, ott maradunk egy-két hónapig egy idegen országban, mi lesz a munkámmal? És így Igen. azért beparáztam. Ilyen szempontból én könnyebb helyzetben voltam, mert az én Munkám olyan, hogy én online is tudom végezni. És szerencsére a munkáltatóm az rugalmas Hál is istennek. volt. Hál' Istennek. innen is köszönöm. Szerencsére nálam olyan eszköz, amivel tudtam. Amivel tudtál dolgozni. dolgozni. De hogy ilyenkor végig gondoltuk, hogy azok az emberek, akik évek alatt összesporolnak egy nyaralásra, és mondjuk nem úgy állnak anyagilag, vagy mondjuk haza kell érni a munkába, vagy mondjuk nem tudom, a nagyszülőknél vannak a gyerekek otthon, Igen. ott hagyták egy hétre a nagyszülőknél a gyerekeket, és menni kell haza, akkor velük mi történik? Hát én bele sem merek ilyenkor gondolni hogy az milyen rossz helyzet lehet. Az, 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 igen, a az szörnyű. Vagy hogyha valakinek mondjuk elfogy a pénze, és ott volt egy lány, aki mondta, hogy 20 dollárja maradt, és nem tudja, hogy mit fog csinálni. Igen. Szóval itt emberek szerintem nagyon szörnyű szituációkba kerültek. Mi szerintem összetehetjük, összetehetjük a, kezünket. a kezünket. Mert mi biztonságban voltunk, és olyan szituációból voltunk, mint anyagilag, mind a kvázi mondhatom, hogy a helyismeret miatt, hogy majdnem, hogy bármi történhetett, de nem voltunk veszélyben. Meg nyelvismeret miatt nyelvismeret, is ezért. Igen. Most elképzelem, hogy volt ott egy magyar csapat, idősebbek voltak, ahogy hallottam, nem beszéltek angolul se, uh -huh. hogy ők mondjuk, hogy ha ott ragadnak, akkor mit csinálnak? Mondjuk oda mennek egy szervezet úttal, ahol be van fizetve minden, meg van a szállásuk x időre, kétszer ott találják magukat a reptéren, hogy nem tudnak elmenni, igen. mit fognak utána csinálni Szóval belegondoltunk ebbe, és sokan szerintem nagyon rossz helyzetbe kerülhettek. Igen. Igen. A másik dolog a biztosítás, ami minket is érintett, igen. és ez nem is és nekünk ezt mi jutott is igen, igen. Az egyik, az Ati barátom hívta rá fel a figyelmet, hogy biztosításotok van még? És mondom, no, úristen, úristen, holnap lejár! Nem. Úgyhogy unokatestvérem itthon felhívta a biztosítót, és megkérdezte, hogy ilyenkor mi a teendő, és akkor elmondták neki, hogy ezt külön kérvényezni kell, de végül is le tudtuk zongorázni az egészet, de szerintem nagyon sok ember egy ilyen szituációban erre se gondol. És mi, mi se gondoltunk. Gondolt. Úgyhogy akkor ott maradtunk Panamában még plusz három, plusz három, három éjszakára. Mm -hmm. Ami érdekes volt, hogy hogyan megváltozott minden pár nap alatt. Például, hogy a boltba, nem tudom, X fő léphetett egyszerre be. És emlékszem, emlékszem, a emlékszem igen, és számolgatta az embereket, meg. igen, és aki még be akart jönni, és már ö, túl sokan voltak benne, akkor szépen kivárta a igen. bolt előtt a sorát. Vagy amikor pénztárnál fizettünk, akkor hátrébb küldött. hátrép mondani, zavart, igen. Tartsuk igen. meg a távolságot. Igen. De e mondjuk itt, ez azért... Ö... Jogos. Igen. Persze. Az még nagyon furcsa volt, hogy éttermek úgy bezártak, hogy csak elviterre lehetett kérni, uh -huh. nem lehetett meg helyben, illetve országszinten bezártak mindenféle tengerpartot, nemzeti parkokat, igen, mindenfélét. Igen. Sőt, a városban, ahol mi béreltünk a szobát, mellettünk volt egy park, sportpálya, kosárpálya, focipálya játszott, uh -huh. az egészet lezárták, kordonnal elválasztották, és ott volt egy biztonsági őr, aki igen. arra vigyázott, hogy nehogy valaki ennek ellenére felmenjen a pályára. Igen, úgyhogy azért itt is kezdett el a És azt kell mondanom, hogy a panamaiak nagyon gyorsan, mm. nagyon radikálisan Intézkedéseket hoztak, és most délután egy kolumbiai barátom, aki Panamában lakik, vele beszéltem, és most már írta, hogy teljes kiárási tilalom van yes, Panamában. Mm. Úgyhogy amikor mi ott voltunk és eljátszottuk a gondolata, hogy mi lenne, ha maradnánk, nyilván nem ezt gondoltuk el. Tehát nyilván nem úgy akartunk ott maradni, hogy kiárási tilalom van, és be vagyunk zárva otthon, hanem az elején én azt gondoltam, hogy mi van akkor, ha Európa lezár, Európában nem léphetünk be de mondjuk a világnak ezen a felén, mondjuk az amerikai kontinensen még nincsen, vagy nem lesz olyan szinten koronavírus járvány, és akkor mi tudjuk élni egy kicsit szabadabban az életünket. És akkor ilyenkor már is játszottunk a gondolattal, hogy akkor bérlünk egy szobát, igen. majd eljárunk a piacra, a mangót veszünk, avokádót, igen, spanyolul fogunk tanulni. Hát leginkább én igen, Szó, szóval eljátszottunk a gondolattal, de ez inkább úgy működött, hogy a, egy adott szituációban próbáltuk pozitívan látni a dolgokat. Azt vettük, hogy mi van, ha a legrosszabb megtörténik, mi van akkor, hogyha ott kell maradnunk egy-két hónapra. Eljutottam arra a pontra, hogy ha ez megtörtént volna, akkor én ennek teljesen örültem volna, mert láttam a pozitív oldalát. Igen, de itt már bennem is megfordultak a dolgok, tehát már nem láttam annyira borosan a dolgokat, így el tudtam képzelni, hogy ha itt ragadunk, és ha ugye nincsenek kiárási tilalmak, meg ilyesmik, akkor az úgy, az úgy kellemes lett igen. volna. Talán az egyetlen bajom azzal lett volna, hogy egy üvegvizet 500 forintért lehet venni. Na hát mondjuk igen, elég drága volt. És nem is ásványvíz, hanem csapvíz, tisztított csapvíz. igen. 500 forint alatt szerintem sehol nem tudtunk venni. Igen. Amíg ott maradtunk Panamában, leginkább a három napunk az arról szólt, hogy én próbáltam online dolgozni, amennyire, amennyire lehetett, illetve közbefigyeltük figyeltük folyamatosan a híreket, hogy hol mi történik. Uh -huh. És egyre több emberrel kerültünk kapcsolatba a világ minden táján, aki próbált hazajutni, illetve más magyarokkal, akik Panamába voltak, akik szintén próbáltak hazajutni. hazajutni. Uh -huh. És hát az Index is cikkezett egy eseményről, illetve egy történésről. Volt egy fesztivál, egy ilyen goa Ozora-szerű parti volt, amin két jó barátom is részt vett, és hát az Index azt írta meg, hogy innen a magyar konzulnak 11 magyart kellett kiszabadítania és hazajuttatnia. Uh -huh. Na hát ez a hír, ez félig meddig igaz, és nagyon furcsa, hogy ezt az Index hogy írta meg, és közben a barátaimmal kapcsolatban léve mennyire más információk jöttek át, Nekem miután megjelent ez a cikk, nem tudom, tíz barátom elküldte, elküldte egyből. Elküldte, igen. igen. Néz, hogy nézd, hogy hát a magyar kormány kiszabadítja őket és hozza haza, miért nem csatlakozunk hozzájuk, igen. és majd minket Aha. hazahoznak. Na hát, de és ez a valóságban nem így zajlott. A magyar konzul tényleg segített ennek a 11 magyarnak, kiszabadulni, mert a fesztivál végén kiment a helyi rendőrség katonaság, és, és alá, lezárta az, az egész helyszínt. Hely. És helyszín. azt mondták, hogy senki nem hagyhatja el a helyet két héten keresztül, annak ellenére se, hogy a barátaimnak ezután két nappal repülőjáratuk volt, volt haza. Repüljük. Azt mondták, senki sehova. És kiment a magyar konzul, és ő kiszabadította őket, de ez nem jelentette azt, hogy haza is juttatta őket. A hazajutást mindenkinek saját magának, saját erőből kellett megoldania. Tehát nincs olyan opció, hogy te azt mondod, hogy te elfogyott a pénzem, majd. Felteszem a kezemet, Feltezem, és akkor és várom a, a Magyar Államra, és majd kormánytól, ők hogy akkor fizessenek, vagy valamit. Sajnos nincs ilyen. Igen. Szóval mindenkinek saját maga kell megoldani a hazajutást, ahogy, amilyen formában tudja. Egyik este találkoztunk mi is a konzul úrral, uh -huh. és beszélgettünk vele, nagyon szimpatikus ember volt, volt és hát azért mesélt érdekes dolgokat, hogy mik történnek. Azt mondta, hogy 5000 európai turista próbál Panamából hazajutni, 43 magyar. Hát ezért. Volt közöttük. Azt is mondta, hogy Perúban 210 magyar ragadt. És így felfestette a képet, és uh, ahogy vele beszélgettünk, utána nagyon gyorsan megváltozott a mi hozzáállásunk is, Bizony. mert addig elég pozitívan láttam azt a szenáriót, hogy mi ott ragadunk Panamába de ő azt mondta, hogy ő olyanokat hallott, hogy ez az egész lezárás, ez nem egy hónap lesz, vagy hogy a panamai kormány 30 napra lezárta az Tehát, európai ez járatokat. Sokkal tovább ez sokkal fog tovább fog tartani. Mm -hmm. Ő már azt mondta, hogy olyanokat is hallott, hogy augusztus, szeptember. Mm -hmm. És akkor már elgondolkodtam, hogy oké, most van március, mi szeptemberig vagy augusztusig itt ragadunk, az egy kicsit más szárny. Hát ott majdnem lefordultam a székről. <laughs> És ő azt mondta, hogy mindenki, Amilyen úton, módon, ahogy Amilyen tud, gyorsan meneküljön, csak haza. meneküljön haza. haza, azt mondta, családot, rokonokat, barátokat rá kell engedni az internetre, mindenki keresse jegyet. Ha 2000 dollárért találnak egy utat hazafele, akkor azért kell elmenni, igen. és nem szólt gondolkodni. Nekem meg, meg az utazási irodákat ajánlotta. Hát igen, igen. Hogy, hogy itt most pénz nem számít, igen. mindenki jusson haza amennyiből tud, ahogy tud, és ne gondolkodjon, nem szabad ott maradni. Azt is mondta, hogy ő, hogy ha még beengedik majd az Európába jövő ilyen kimentő járatokat, uh -huh. mert hogy a Lufthansa, a KLM, a british, minden nagyobb légitársaság. Ausztrián. Ausztrián arra várt, hogy beléphessen Panamába, üresen, üresen repültek Panama felé, és az volt a terv, hogy megtöltve utasokkal Aha. hazaviszik az európaiakat, de erre meg azt mondta, hogy van 5000 turista Panamában, nem a magyarok lesznek az első, akiket hát, elvisznek. Tehát a Lufthansa a németeket, a KLM a... De hát ez érthető, nem? Hát most... Igen, természetesen. <laughs> Rossz érzés volt, de ez azért érthető. De hogy ez igen, ez így van. Illetve azt is elmondta, hogy bármeddig jutunk már, hogyha mondjuk nekünk sikerül Mexikóba átjutnunk, már az is egy sokkal jobb helyzet, mert jobb az egészségügy, mert már közelebb van, több a lehetőség. Tehát azt mondta, hogy srácok, ahogy tudtuk, amilyen módon, amennyi pénz, tök mindegy, menjetek, meneküljetek Panamából. Úgyhogy egy kicsit itt megijedtünk, és azt mondtuk, hogy oké, akkor szerdán. Ha törik, ha szakad, mi rajta leszünk azon a gépen. Igen. Úgyhogy ez egy kicsit így átformálta az én szemléletemet is, hogy haza kell jutnunk. Igen. És talán ezek után, nem is tudom, még az nap, vagy következő nap, emlékszem, otthon voltunk, ültünk az ágyon, és twittereztem, igen. néztem a híreket és kérdeztem tőled, hogy akarsz-e hallani egy rossz hírt? Hát én nem akartam rossz hírt hallani. Igen, és akkor megláttam, hogy a Mexikó Frankfurt járatunkat törölték. De ekkor már nem volt az, hogy oké, okay, akkor már mi átjutunk Mexikóba. Tehát a mexikói járat továbbra is on-time volt, az egy Copa Airlines volt, az a panamai légitársaság. Tehát abban eléggé bíztam, hogy azt, azt nem fogják törölni. De akkor jött a következő pofon, hogy na akkor mi lesz Mexikótól? Mi lesz is? Mexikóból, és... Mexikóból hogyan tovább. De itt azt mondtuk, hogy fókuszáljunk mindig a következő lépésre. Igen. Most arra kell koncentrálnunk, hogy mi jussunk át Mexikóba. Mexikóba, Mexikóba már jobb egy fokkal, mint Panamába, úgyhogy <laughs> mi erre fókuszáltunk, hogy szerdán elrepülünk. elrepülünk, Mexikóba. Szerda reggel kismentünk a reptérre, és be is tudtunk csekkolni. Bizony. Megkaptuk a boarding kárdokat, de csak Mexikóig és szóba se került az, hogy mi lesz majd a Lufthansa járattal. Nem is Semmi, érdekel minket, nem. nem is kérdeztük, <laughs> sőt azt mondtuk, hogy ne is hozzuk szóba, nehogy az legyen, hogy mivel a csatlakozás törlik, ezért nem engednek minket föl az első járatra. Úgyhogy nem kérdeztünk semmit, örültünk, megköszöntük, csak szálljunk be. Igen. És fel. És meg is nyugodtunk, amikor felszállt a gép, és aztán megérkeztünk Mexikóba, igen. És mint hogyha... Mint hogyha egy másik bolygóra érkeztünk volna, mert sehol egy, egy hőmérőzés, egy jó mondjuk pár rendőr azért volt maszkban, de, de így az emberek így, mintha... De hogyha nem foglalkoztak volna. Mintha lenne. semmi nem lenne a világban, minden rendben lenne, és így... Akkor hmm. a tömegek voltak a reptéren. Előtte a panamai reptér, meg ugye a bécsi reptér is majdnem teljesen ki volt halva. Igen. A, Ahhoz a mexikai reptér ez? csurig volt. És tök érdekes volt, hogy utána, amikor az Uber sofőrrel beszélgettem, akkor ő azt mondta, hogy a mexikaiak nem hisznek a koronavírusban. Mm -hmm. Ezt a, ezt a szót használta, ezt a kifejezést, hogy a helyiek nem hisznek benne. Ők azt gondolják, hogy ez csak Európában van, és Mexikóban ez nincsen. És az is hozzátartozik, hogy amikor tíz éve volt a 1 n egy járvány, akkor őket nagyon beparáztatták, és azt mondta ez a sofőr, hogy hát, farkast kiáltottak, és nem jött a farkas. Úgyhogy amikor legközelebb farkast kiáltottak, most az emberek már nem hisznek neki. De lehet, hogy akkor jól tették, hogy beparáztatták lehet. őket, mert gondolom, ott is karantén volt. Volt, igen, akkor is kijárási kiárási tilalom. tilalom. Na, és nem lett baj. Igen. Most igen. meg, hát ott ki tudja, mi lesz. De ez nagyon érdekes volt, hogy ekkor már Európa is elég durván Igen. bezárt a kapuit, és egyre másra zártak be az országok, Igen, meg a légitársaságok. Ország Magyarországon is. már ebesgették a kiárási tilalmat, és közben Mexikó meg azt mondják, hogy ők nem hisznek, nem benne. hisznek benne. Igen. Na, szóval megérkeztünk Mexikóba, teljesen egyszerűen és gyorsan beléptünk az országba, az egyetlen para az, emlékszel, a drogkeresők kutya Igen, volt. Igen, hát ott a Fráziat ott rám mondom, úristen, mit raktak a táskánkba, mm. vagy, mi, vagy hogyan? A, a drogkereső kutya valamit megérzett a kézben. és örült el... a táskánknak. Nagyon elkezdte szagolgatni, és kérdezte a rendőr, hogy van-e esetleg valami szendvics vagy krószon, és hirtelen nem emlékeztem, hogy van-e, és akkor ez, hú, van. Szerencsére van benne egy krószon, és mondom, van egy krószon, és akkor utána kipakolták, megnézték, és akkor ők is nevettek, hogy nyilván. De azért Igen. egy pillanatra így átfutott rajtam, hogy úristen, mi van nálunk valaki, berakott valamit, de szerencsére Igen. semmi. Na, és hát akkor Mexikóban ugye semmi információnk nem volt, úgyhogy ki kellett várnunk, Lufthansa sort végig kellett állnunk, és újra kezdődött. Kávária. Kávária, hogy akkor mi lesz velünk. Itt volt bennem egy olyan félsz, hogy ugye most már a lufthansa a kezeiben vagyunk, de hogy mi egy törk is lesz, kis fél -hmm. vagyunk. És hogyha arról van szó, akkor a Lufthansa nyilván, hát mondjuk a németeket, a saját ügyfeleket, a utasokat fog -e előre venni, venni, nem pedig egy. Törkisest. Egy törkisest, igen, úgyhogy emiatt egy kicsit izgultam. De itt ugyanazzal a profizmussal, kedvességgel kezeltek minden egyes utast. És higgadsággal. És higgadsággal, igen, kedvességgel mosolyogva. Igen. Ugyanaz volt a procedúra. Áltunk sorban, oda odajött egy lufthanzás munkatárs, B kérdezte, hogy ki vagy, milyen úton hova Mész, felírta az adatokat, és elment a munkatársához a pult mögé és ott megkeresték azt a járat opciót, amivel haza tudnak juttatni. És előttünk állt egy francia srác, emlékszel rá? Emlékszem, erre sokat igen, beszélgettünk, igen. és ez március 18-án volt, és amikor visszajött a Lufthansa munkatársa, akkor azt mondta neki, hogy április 13 az első az járat, első amire járat? fel tudják rakni. Igen. És azt mondta rá, hogy oké. Okay. Szóval így, hú, gondolom, hát ha neked az jó... Az több hát mint azért három hét. Bizony, sűrű. Megijedtél ott? Meg, meg úristen mondom, akkor mi mikor jutunk haza, vagy egyáltalán. Hmm. Én itt bennem megint megindult az a gondolatmenet, hogy. Benned hogy, mikor nem? Itt is igen, <laughs> hogy, hogy ez is egy lehetőség, hogy most itt tudunk maradni három hétig Mexikóban. Mikor adódik még egyszer egy ilyen lehetőség? hozzá kell tenni, hogy szerencsére olyan helyzetben voltunk, hogy tudtam online dolgozni, illetve anyagilag is megengedhettük ezt a dolgot. Igen, de bennem itt az is megint ismét felmerült, hogy mi van, ha itt is karantén lesz, kiárási tilalom. De már benn voltunk az országban. Az egy dolog. Nem volt karantén. Az egy dolog, de attól, itt, itt napról napra változtak a dolgok, felgyorsultak az események, és így mit csináltál volna, ha ott maradsz három hétig, úgyhogy, vagy akár egy hónapig, úgyhogy egy szobába van bezárva. Az úgy szívás. Igen, Na, csak ilyenkor én nem erre gondoltam. Na, Aztán. de én azért ilyenekre is gondolok a jó dolgokon kívül. Igen. Na, és akkor szóval a mi esetünkben ránk került a sor, és két Lufthansa munkatárs segített nekünk, és én itt már eleve azt mondtam, hogy mi Budapestre szeretnénk eljutni, és felejtsük el Bécset, és ezt el is fogadták. Tehát mi mondtuk, hogy mi Bécsbe nem repülhetünk, mert hogy nem vagyunk osztrák állampolgárok, nem és nem belépni. fognak belépni, uh -huh. és innentől azt mondták, jó, akkor titeket Budapestre fogunk eljuttatni. Ez volt az első része. Aztán közben én kaptam a Pelikántól egy járatmódosító visszajelzést, amiben benne volt, hogy mi március 20-án fent vagyunk egy mexikó frankfurti járaton. Uh -huh. És akkor ezt alapnak vettük, és ez kiderült, tényleg rajta mert vagyunk tényleg ezen rajta a járaton, ami két nap múlva van. Tehát ezt vettük alapul, és a két Lufthansa munkatárs keresgél, keresgél, és a csak mondják, hogy Párizson keresztül egy átszállással a Budapestig március 24-én, mm. hat nap múlva. Emlékszem, rád néztem, és le volt vagy az arcod. Hát persze. Én nekem azért nem tetszett az, az opció, mert hat nap alatt még bármi történhetett, és attól féltem, túl hogy. De sok volt, is az igen. Igen, és akkor kérdeztem a, a hölgyet, hogy mi a probléma a két nap múlva egy frankfurti járattal, amin ugye rajta vagyunk. És mondta, hogy igen, hogy rajta vagyunk, azzal semmi probléma nincsen, viszont a budapesti átszállással van baj, mert amire Frankfurtba érünk, addigra elmegy a budapesti járat. És akkor kérdeztem, hogy de mi van a másnapi járattal? Hát mondta, hogy arra van hely, és visszakérdezett, hogy nekünk az is jó lenne, hogy nappal később megyünk tovább. Uh -huh. Hát mondom, na ne, jó lehet. Na, ne. És hogyha mi ezt a beszélgetést nem folytatjuk le, és én nem kérdezek vissza, hogy mi a probléma, és, és hol akad el az hol a jegy, és, és a én dolog? nem mondom Aha. azt, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy mi elrepülünk Frankfurtba két nap múlva, akkor ez az opció, ez szóba se kerül. Szóba se kerül, igen. Úgyhogy én mondtam neki, hogy vegyük alapul azt, hogy Frankfurtba repülünk, azt nézzük meg, hogy mi odaérünk, és akkor ebből próbáljuk, onnan építkeztünk. És mondtam neki, hogy mert hogy attól félek, hogy hat nap múlva, így Párizsi járatig bármi történhet. Igen. És mondta, hogy tökéletesen érti, jó, akkor Frankfurt megérkezünk Frankfurtba, egy napot éjszakát ott töltünk, és másnap Budapest. Ez így nekünk jó? Na, tökéletes, percek persze. Jussunk juss haza, jussunk haza. Igen, és kérdezte, is léphetünk az országban, mondom, persze, európai állapolgárok vagyunk, és mondta, hogy hát ő ezt így nem tudja, meg nem tudja, hogy melyik útlevél milyen, de hát uh -huh. jó. Úgyhogy ez ilyen tip másoknak is, hogyha bármikor ilyen szituációban van, akkor érdemes én kooperálni, és így együtt megoldani a problémát, és nem teljesen ráhagyatkozni. Ingen, és egyéb... Igen, és inkább kérdezni, kérdezni és, és együtt megoldani, mint hogy mi például emlékszem, még ott a térképet is nézegettük, Aha. hogy milyen repülőtér van a közelben. De még egyszer köszönet a munkatársaknak, mert nagyon profi és kedvesek voltak, és kérdeztem is tőlük, hogy na, hogy érzik magukat, ha mondták, hogy. Igen, hát és emlékszem, van. a srác, is segített nekünk, az még meg is ismert minket, amikor igen. várakoztunk a beszállásra. igen. Bizony, igen és igen. akkor oda is köszönt. Igen. Úgyhogy a következő hazajutási opció az úgy nézett ki, hogy két éjszakát töltünk Mexikóban, majd pedig Frankfurti átszállással és ott éjszakázva egyet, vasárnap reggeli géppel repülünk haza Budapestre. Igen. Akkor ennek nagyon örültünk. Én örültem annak a részének is, hogy egy kis Mexikóba is egy beleszagolhatunk. Mexikó? Igen. Két nap az úgy pont jó. Igen, hatalmas kő le a szívemről, viszont én nekem benne volt a gondolataimban, vagy úgy bennem volt, hogy most akkor itt hogy viselkedjük, Kérdjünk. Tehát, hogy most városnézés, ilyesmi, sok turistától azért tartsuk távol magunkat, tehát... Igen, tehát, hogy nem egy, nem egy tényleges nyaralás volt, de azt hiszem a lehetőségekhez képest kiosztjuk a legtöbbet belőle. Igen, 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 azért figyeltünk igen. az ilyen dolgokra is. Közben folyamatosan kapcsolatban voltunk olyan más utazókkal, barátokkal, akik máshol akadtak el, és ö, hírek jöttek Panamából, hogy ő nekik sajnos a légitársaság nem raktát helyet. Tehát mondjuk nekünk olyan szempontból is szerencsénk volt, hogy mm -hmm. minket ingyenesen hazahozott a Törkis és a Lufthansa, mert időbe történt velünk. A barátaimmal, akik a fesztiválon voltak, ő nekik a jegyük, miután lezárták a határokat, jó pár nappal későbbre szólt, mm -hmm. és ők nem tudták elérni a légitárságot, okay. és ő nekik új jegyet kellett venni. Illetve volt két magyar srác, akivel találkoztunk, szintén még Panamában, amikor a konzullal találkoztunk. Ők gyakorlatilag akkor érkeztek meg Panamába, Igen. amikor bezárt minden. Igen, és nem tudtak sehová menni, szegények. És ő nekik a hazajegyük az még, vagy nem tudom, tíz nap múlva szólt. Igen. És ő nekik tényleg megint esélytelen volt, úgyhogy nekik megint saját pénzből kellett egy új jegyet hazavenni. venni, Igen. De hogy a konzul is megmondta, nincs más opció, meg kell venni, bármennyibe is kerül, mert haza kell jutni, mert, mert minden egyes nappal csökken az esélye annak, hogy haza fogsz tudni jutni. Igen. Úgyhogy ilyen szempontból is mi összetehetjük a két kezünket, hogy mi milyen szerencsés helyzetben voltunk. Na és hát akkor kaptuk ezt a két napot Mexikóban, szintén Airbnb-n gyorsan foglaltunk egy szállást. Az nekem egy hatalmas megkönnyebbülés volt, hogy Panamához képest Mexikó Olcsó, olcsó volt, szinte fél áron volt minden. Igen, Panama igen. azért nem, nem volt, nem mondanám olcsónak, Budapesténél jóval magasabb árak igen. vannak. Mexikóban viszont a budapesti áraknál jóval kedvezőbb árak vannak. Teljes lakást béreltünk, azt hiszem 10.000 forintért 10 egy, ah, egy, egy éjszakára. egy, körüli, igen, éjszakára egy pöpec kis lakást, de 8, 9, 10, 11.000 forintért loft lakásokat, egy kis egyhálós amerikai konyhás nappal is lakásokat, ilyen 30-40 négyzetméteres lakásokat igen. lehet bérelni. Úgyhogy ez nagyon... És mégis teraszunk is volt, gyönyörű volt, nagyon szép volt, és jó áron volt tényleg. Hogy tetszett Mexikó? nagyon tetszett, visszamennék nagyon szívesen, többször is, viszont már a biztonság érzetem, hát az már az, az, az Panamához képest jóval veszélyesebb volt. Hát amikor a reptérről mentünk Uberrel, olyan környékeken mentünk át, hogy úristen, mondom, ha nekem itt kellene végig sétálnom, hát akkor az, hogy szívinfartus <laughs> Kapnék. Igen. Illetve amit emlékszem, hogy folyamatosan mondta, hogy a repülőből is láttuk, hogy milyen smog volt. És, és hogy azt mondtad, hogy érezted is. Éreztem is, igen. Éreztem az orromban azt a rengeteg smogot, szinte uh -huh. is fúderos volt. Hát Mexico City az milyen szempontból szörnyű. Tehát, hogy ami ott van, amikor száll a gép, akkor lehet látni, hogy áll felette a smog. Igen. Nem tudom, azt hiszem 9 millió ember lakik a, a városban, hiszem, és igen. hogy az agglomerációt is nézzük, akkor azt hiszem 20 millió, tehát olyan uh -huh. brutális okay. méretű város de az árak azok nagyon tetszettek, illetve az, hogy az utcán bármit el lehet intézni. Panamában nem nagyon voltak utcai árusok, itt viszont minden egyes sarkon, sarkon. kajaárus, mangóárus, gyümölcsárus, narancsléárus. Igen, igen, igen. Ez nekem is nagyon tetszett. Kértünk egy nagy, frissen facsart narancslét, és egy literes pohár adtam, kb. 400 forint. <laughs> Alig tudtuk meginni. Alig tudtuk meginni, illetve frissen szelt, mézédes mangó, az is talán nem tudom, 250-300 forintért. Igen. De az azért nagyon Nyányzik. Hát ezt elbírnám viselni minden nap. Én. Na, de kanyarodjunk rá arra, hogy hogy jutunk haza. Most már tényleg így a egyenesbe vagyunk. Igen. Folyamatosan ugye követtük a, a minden híreket. Minden hírt néztünk. Néztük a, a Naponta többször megnéztem a fly státuszt, hogy mi a helyzet a gépekkel, de szerencsére minden ment. Úgyhogy a frankfurti géppel el is repültünk Mexikóból Frankfurtba. Hatalmas tömeg volt, a gép tele volt, és volt pár elég bunkó német. Igen, hát egy pár. Akik ott szintén kiröhögték azokat, akik maszk van, illetve volt egy család, akik összeveztek egy nővel, mert hogy az a lába elé tette le a táskát, és hogy... De őt, nem is értettem, hogy miért szól... Nekem ez így nagyon furcsa volt, hogy a latin amerikai kultúra után hirtelen ott megcsap az európai, vagy az a német mentalitás nagyon negatív volt, és emlékszem, ez a német pasi, ez még rá is üvöltött a, a mexikói nőre, hogy shut up hogy kussolj. De ez persze nem húzható rá az egész nemzetre, meg az egész kultúrára. Persze, Csak mi ezzel találkoztunk ott a reptérem. Igen. Aztán megérkeztünk Frankfurtba, belépésnél egyetlen egy kérdést tettek fel, hogy hova megyünk. Hova megyünk. Mondtuk, hogy másnap Budapestre repülünk. Oké, okay. be lehet lépni. Igen. Nem volt hőmérőzés, semmi. Sem. A repülőtér azért elég kihalt volt. Voltak is zárva voltak. Boltok is zárva voltak. Hát itt nem tudtunk Airbnb-n foglalni, mert másnap korán reggel ment a gép, és a reptér közelében akartunk maradni, úgyhogy bookingon, úgyhogy bookingon foglaltunk egy, egy hotelszobát. Hát, hogy milyen áron azt, ha hát nem részletezzem, az eléggé fáj. Európai áron. Európai árakon. Hát itt, itt már eseménytelenült telt az este igen. és a másnapi igen. Igen, az haza a repülés. És, és ennyi volt, úgyhogy nem... Másnap visszamentünk a reptére, felszálltunk a budapesti járatra, amin közbederült ki, hogy <laughs> bizniszklászra raktak class. minket. Ezt mi nem is tudtuk, bizniszklászra. De hol raknak minket business classra? Fapados Nem fapados volt az Jó, De egy ilyen sima másfél órás járaton, igen. ahol gyakorlatilag semmi csak De csak mi ültünk különbség. a business classon. Csak mi ültünk, egy... igen, és kaptunk reggelit. Igen, Na, az jó volt. Igen. És akkor megérkeztünk Budapestre, igen. Budapesten nem a folyosóba szálltunk le, hanem buszra. Elvittek, vittek minket, külön ilyen. Aha. És elvittek minket hátra, hátra, ahol rendőrök vártak minket két csoportban. Először kikérdeztek minket, hogy honnan jövünk, illetve hogy hol jártunk az elmúlt három hétben, majd megköszönték, és hogy üdvíthon, és akkor jött a következő kör rendőri ellenőrzés, mind a kettőnk útlevelét lefotózták. lefotózták igen. Később kiderült, hogy állítólag azért, hogyha kiderül, hogy valaki vírusos, akkor így könnyebben fel, fel tudják velünk venni a kapcsolatot igen, esetleg, hogy megtalálnak minket. Igen. Hőmérőzés így se volt, Na, meglepő módon. És így visszakanyarodnék arra, hogy Afrikában már február végén, tehát bő egy hónappal ezelőtt már hőmérőztek mindenkit, illetve Panamában is hőmérőztek mindenkit, ami nem garancia, hogy, hát nem, hogy nem. hogyha valaki beteg, Mivel de, de, valami. Igen. De valami. Illetve a reptérről azt gondoltuk, hogy a, azzal kerülünk legkevésbé kapcsolatban az emberekkel, hogy a közössége autóval, a gringóval jöttünk haza. Amit lefertőtlenítettünk, lefertőtlenítettünk előtte, is, előtte és utána is, és utána, is és igen, miután használtuk. A, úgyhogy... Ahol megfogtuk kormányváltó, rádió, kilincs, mindent letakarítottunk, és hát megérkeztünk haza, és indul a kéthetes önkéntes karantén. Igen. Közben nagyon szépen köszönjük azoknak, akik segítenek nekünk bevásárlással. támogatás, lelki támaszt is Lelki támaszt, akár. vagy igen. például k állotta, hogy elhoz nekünk egy Ikea-asztalt testvéremnek a jó barátjait a szomszédban akik ő nekünk, ma bevásárolt. Igen. Úgyhogy megvan a, megvan a segítségünk, hogy ne is kelljen itthonról kimozdulnunk, úgyhogy az nagyon jól esik, illetve az a rengeteg pozitív komment és érdeklődés, amit, amit kaptunk. kaptunk. Igen, az út ehm, során is. Igen. Az utazási podcastnek az oldalain kevésbé, de a személyes blogon és uh -huh. a saját oldalunkon ott folyamatosan közvetítettük, hogy hol járunk, csináltunk Facebook és Instagram bejelentkezéseket, live, bejelentkezéseket, és nagyon jó érzés volt, hogy barátok is és ismeretlen emberek is drukkoltak nekünk és írtak, hogy hazajussunk, kérdezték, hogy miben tudnak segíteni. Szóval szóval minden ilyen, ilyen üzenetet és érdeklődést azt nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm szépen, igen. Nagyon jó érzés volt nagyon. Igen, nagyon jó Neked mi a tanulság ebből az egész helyzetből, Öm, ami történt? Hát például, hogy mindig legyen nálunk pénz. Hogy ne számoljuk ilyen centire. hogy... Pontosan, igen, igen. Tehát például a bankártyán azon mindig legyen valamennyi, tehát igen. ilyen kis biztonsági tartalék. Hát mi ugye a Revolutot használtuk végig, uh -huh. az, az olyan szempontból nagyon jó volt, hogy akár Mexikóban, akár Panamában, de ha mi éppen mondjuk Brazíliában ragadtunk volna, akkor, akkor Brazíliában is volna, tudtuk volna használni. Igen, Illetve kihasználtuk az összes olyan közösségi szolgáltatást, ami megkönnyíti az utazást, tehát hogy ahol tudtunk Uberrel Berre. például Airbnb-n foglaltunk, Booking-on foglaltuk, és nagyon sokszor megcsináltuk azt, hogy megérkeztünk, és aznap estére foglaltunk valamit. Igen. Tehát úgy érkeztünk Mexikóba, hogy nem volt szállásunk, és egy, nem tudom, negyed óra múlva meg volt Már a szállás. Volt is. Igen, bizony. Megérkeztünk Mexikóba, bementünk egy GSM boltba, vettünk egy helyi simkártyát, 1300 forintért, amin kaptunk egy a internetet, és akkor onnantól tudtunk uber menni mindenhova. Tehát ezek ilyen kis apró dolgok, de hogy az ember ezt kihasználja, akkor nem éri meglepetés bárhova. Igen, Sogálja és akkor sokkal könnyebb az minden. Évet. Igen. Azt Aztán szerintem még a pozitív szemlélet. Hát ezt most én is tanultam, igen, azért. Tanultam? Igen, tanultam azért kicsit belőle. Igen. Kicsit, hát nagyon. Ahogy említettük, ezerszer lehetett volna rosszabb, sőt, az biztos vannak emberek, akinek ezerszer Sokkal rosszabb, rosszabb volt, igen. volt. Tehát ilyen szempontból egyrészt szerencsénk is volt, de én mindig úgy állok ezekhez a dolgokhoz, hogy van egy ilyen mondás, hogy bízza legjobban, de számítsa legrosszabbra. Igen. És én mindig a fejemben lejátszottam a legrosszabb szenáriót, és végig gondoltam, hogy az mitől lehet pozitív, vagy milyen szempontból lenne az előnyös számunkra. Tehát, hogy amikor az ember azt gondolja, hogy na most aztán itt vége mindennek, ha egy kicsit józan marad, és végig gondolja józan észel, akkor mindig van kiút belőle. Mindig van. Még egy kérdés felmerült bennem, hogy szerinted ez a vírushelyzet hogyan befolyásolta a nyaralásunkat, főleg a plusz egy hetet? Erre azért nagyon nehéz bármit mondani, mert ez egy nagyon szerencsétlen szituáció, amibe belesodort minket az élet. Nagyon nehéz úgy bármit mondani, hogy én ennek a pozitív oldalát fogalmazom meg, miközben tudjuk, hogy a vírusnak milyen áldozatai vannak. Vannak, akik meghaltak, vannak, akik munkájukat veszítették el, vállalkozások, üzletek mennek tönkre, én pedig a történéseknek a pozitív oldalát emelem ki, és nem tudom, hogy ez a hozzáállás így mennyire helyén való. Úgyhogy remélem a hallgatók ezt nem értik félre. Egyszerűen az adott szituációban próbáltam a dolgoknak a jó oldalát nézni. És így, hogy visszanézek az elmúlt egy hétre, a lehető legjobban jöttünk ki belőle, szerintem. Szerintem is, igen. A lehető legjobban jöttünk. És, és ez legyen a legrosszabb dolog egyébként, ami történik valakivel, hogy plusz három napot kell Panamában maradnia, és plusz két napot kell Mexikóban maradnia, mert na ennél ezerszer rosszabb is történhetett volna. Alakulhatott volna rosszabbul is. És remélem, hogy ez a beszélgetés talán erre is egy példa, hogy hogy nem szólt pánikba esni. De azért nyugtass meg, hogy nem pánikoltam. Tehát, hogy nem nem. Vittem nem, nem, nem. Ne, egyáltalán be. nem. szerintem szóval nem is nagyon mertél, mert akkor. Nem hagytalak volna. Nem, te... nem hagytalak van, volna. volna. Köszönöm. Ez volt tehát a mi történetünk. Reméljük, hogy mostanra már mindenki hazajutott, aki szeretett volna. Ha bárki esetleg még úton van, annak kitartást kívánunk. Az utazási podcast ezután a megszokott tempóban és tematikával fog folytatódni. Mint mindig köszönöm a figyelmeteket, én Máta András voltam. Sziasztok! Sziasztok!